Elnök úr, egy rendhagyó eszendőn vagyunk túl. Azt gondolom, ami 2020-ban történt, azt akár még csak januárban sem lehetett volna nagyobb megmondani. Emiatt egy rendhagyó évérték előtt tartunk, de hogyha ezt a 2020-as eszendőt kellene megfogalmazni egy mondatban. Igen, az valóban igaz, hogy rendhagyó volt, de közben egy sikeres és egy küzdelmes év volt is egyben. És ahogy említettem, ugye januárban még talán nem nagyon lehetett sejteni, hogy mi lesz. Viszont abban az időszakban már eljöttek a sikerek, tehát rendkívül jól indult az esztendő. Igen, hát Európa bajnoki aranyakat nyertünk. Attól függ, hogy számoljuk, mert 9 sportolónk, de 11 aranyat, Európa bajnoki aranyat húzott be, mert a Liu testvérek is Korcsolyában Európa bajnokok lettek, és a vízilabdázóink is Európa bajnoki aranyat nyertek, ők 7-en voltak. Azért az egy jó érzés, amikor ott a márványtáblára vésik föl a nevüket, úgyhogy az egy rendkívül nagy büszkeség volt. Aztán történt az utánpótlásunkban is két fantasztikus dolog, mert vívásban a Szemes Gergő tudott Európa bajnok lenni, egy fiatal ember. Nekem volt lehetőségem nemrégiben találkozni velük. És egy csoda izgalmas karakter. Ráadásul pont az a srác, akire az ember mindig vágyik, hogy egy bácsmegyei kisvárosból Budapestre érkezve, nem egy vívó családból érkezve, a szülők azok rendkívül szorgalmas, tetrekész emberek, hogy az ő fiúk vívásban ilyen sikereket tudjon elérni, az egy példaértékű dolog. És ugyanígy volt ez a Balázs Krisztiánnal, aki tornában szerintem az utóbbi évtized egyik legtehetségesebb gyereke. Székely srác, ő már Pesten született, a szülők jöttek Erdélyből. És az is egy nagy dolog, hogy egy ilyen gyerek ki tud törni, és benne van a csibészség, az izgalom, de közben a koncentráltság is, ugye neki egy gyakorlata 1 percig tart, vagy talán a gyakorlat leghosszabbika is 1 percig tart, de hogy ezt meg tudja csinálni. És mind a két gyerekből érdekes, más karakterek, de mind a kettőből olyan magabiztosság árad, mert pontosan tisztában vannak a tudásukkal és a tehetségükkel, meg a szorgalmukkal. Aztán nyertünk jégkorunkban is bajnokságot, ami megint egy rendkívül jó érzés. Vízilabdában megvértük a Magyar Kupát, a győzelmünket, ami megint csak sokat segített rajtunk, mert egy bajnoki címet nem csak megnyerni, hanem megvédeni talán még nehezebb. És atlétikában ott gyakorlatilag taroltunk. Az elmúlt évek vagy évtizedek talán egyik legsikeresebb éve volt az atlétikában, de felsorolni is nehéz lenne, hogy mit csináltunk ott. Birkózásban is adtunk a magyar bajnokot, ott nem csak férfi, hanem női magyar bajnokot is adtunk, ami olyan furcsa vagy ritka dolog, hogy a birkózásban ilyen van. Aztán küzdelemből is kijutott nagyon, mert a vírus elleni küzdelem azért egy nagy és hosszú, kitartást igénylő, türelmet igénylő, fegyelmet igénylő küzdelem volt a klub számára, és ebben szerintem nem teljesítettünk rosszul. Ennek a küzdelemnek az elején volt egy interjú, amit ugye Kovács István készített. Ott úgy fogalmazott, hogy a vírushelyzet egyértelmű győztes akar lenni a Ferencváros. Igen, de még mielőtt erről beszélnénk, azért azt hozzá kell, hogy tegyem, hogy szokatlan egy helyzet. Hozzá voltunk szokva egy jóléti társadalommal, hozzá voltunk szokva, hogy itt minden rendben megy. És azért egy ilyen küzdelemhez nincs hozzászokva a társadalom, hogy minden család veszélyeztetve van. Hogy mindenhol van min izgulni, hogy nem csak egy szülőnek vagy egy sportolónak a gyerekei miatt kell, nem kell izgulnunk a nagyszülőink miatt. Kell izgulnunk olyan emberek miatt, akik esetleg krónikus betegséggel küzdenek, vagy valami nagyobb bajban is vannak, és azért ez rengeteg energiát elvitt a klubból, meg a mostani küzdelmünkből nagyon sok munkát kivett. És persze átalakította az egész szurkolásunkat. Túl voltunk egy hullámon, vissza lehetett jönni egy kicsit szurkolni, akkor utána vissza lehetett jönni úgy, hogy csak maszkban. Aztán vissza lehetett jönni úgy, hogy távolságot kellett tartani egymást, teljesen szokatlan dolgok jöttek vissza, és és nyilván sportszakmailag is nagy kihívás volt, hogy hogy tudjuk úgy összerakni az életünket, hogy a sportszakmai lehető legkevesebb veszteséggel jöjjünk ki a vírusból. Hogy látja egyébként, hogy a szurkolókat mennyire fogadták el a tanácsokat? Mennyire lehetett velük együttműködni ebben az időszakban? Én nagyon büszke vagyok, de nem csak a szurkolókra, hanem a magyar emberekre alapvetően. Én nem gondoltam volna, hogy mondjuk az utcán, amikor azt mondjuk, hogy maszkot kell viselni, akkor mindenki lesz maszk. És mindenkit van. De ez azt jelenti, hogy egymás iránt felelősséget is éreznek az emberek, mert nem csak magadat véded, hanem a másikat is véded ezzel, vagy kíméled ezzel a dologgal. Nagyon sokat tettünk itt a stadionban is már eleve azért, hogy biztonságban tudjuk az embereinket. Tehát ennél fontosabb dolgot nem is nagyon éreztünk, mert tele voltunk készfertőtlenítőkkel. Amikor a belépésre vártak, akkor kértük, hogy tartsanak távolságot. Amikor bent voltak a stadionban, még a B közép is tartotta a távolságot. Még a Puskásban, amikor BL meccset játszottunk, még ott is tartották a távolságot. Ott is talán egy-két kivétellel, de szinte mindenki viselte a maszkot. És ez egy óriási erőtétel volt az emberektől, és nagyon becsülendő, hogy ilyen fegyelmezettek voltak. De a sportolóknak is ilyen fegyelmezetnek kellett lenni. Ezt akartam kérdezni, hogy a Népliget ugye az egy kisebb falu. Mennyire sikerült az ott sportolókat? Eleve úgy kellett összerakni az edzésprogramot, hogy a lehető legkevesebb ember találkozon egymással. És próbáltuk, ha csak a labdarúgásról beszélünk, például a labdarúgókat próbáltuk nagyon óvni, hogy csináltunk egy ilyen szuper folyosót nekik. Az mi csinál? Amikor az autóparkolótól el lehet jutni úgy az öltözőig, hogy mással nem találkoznak. Hogy az öltözőt próbáltuk úgy összerakni nekik, hogy a lehető legnagyobb távolságot tartsák egymástól. A labdarúgókról beszélünk, és gyerekekről, ugye 20 éves fiatalokról, akik az öltözőben is maszkot tudtak viselni. Elmentek zuhanyozni, utána bejöttek, visszavették a maszkot, és látom néhány nemzeti válogatott labdarúgónk, nem a magyar válogatott, hanem más nemzeti labdarúgók. Azt mondták, hogy ott szó sem volt ilyenről. Tehát hazajöttek a válogatottból, és mondták, hogy hát ott maszk nélkül mentek, ott nem. Nagyon komoly munkát végeztünk a teszteléssel, de itt azért hozzá kell tegyem, hogy mindenhol légtisztítók vannak az egész Fradi város területén, ami beszívja a levegőt, áttisztítva, a vírust kijövve engedi vissza. Igénybe vettük a szállodánkat a labdarúgóknál például, hogy egyforma távolságot, nagy távolságot tudjunk az öltözőben tartani. Volt néhány játékosunk, akik fönt a szállodai szobákban öltöztek, meg ott zuhanyoztak, meg ott készültek föl. Ezek mind nagyon bonyolult logisztikai játékok, mert a szertárosnak föl kell menni, minden cuccnak ott kell lenni, oda kell figyelni, takarításra oda kell figyelni. Ez egy nagyon bonyolult manőver volt. De hát mégis megérte, mert a labdarúgó csapatunkban talán 2 játékostól eltekintve senki nem kapta el a vírust. Úgyhogy közben otthon voltak, közben éltek, közben családjuk van, és mégis meg tudtuk övni őket. Úgyhogy ez nekik is egy nagy fegyelem, és hát persze aki az egészet kitalálta, Pánis doktorunk, akit Covid generálisnak hívott az egész csapat, és így nevetgéltünk rajta, hogy így hívják. És én is néha még a kollégáimmal is veszekedtem, hogy ez túlzás, amit akarunk csinálni, meg ezt így nem lehet. És mégis megérte ezt a küzdelmet. Úgyhogy én még személyesen nem gratuláltam neki, de ha nézi az adást, akkor ez az a legnagyobb elismerés, hogy ilyen precizitással kidolgozta ezeket a dolgokat. Ez ugye nagyon sok pénzbe került, mert például utaztunk úgy Norvégiába, hogy 2 külön géppel mentünk, egyikkel a csapat, a másikkal a stáb. Közben itt készenlétben álltak olyan játékosok, akik ki tudtunk volna vinni akár privát géppel. Volt olyan, hogy válogatott labdarúgó játékosokért privát gépet küldtünk ki, hogy el tudjanak minél hamarabb jönni, és minél kevesebb időt töltsenek a válogatottnál, nehogy megfertőződjenek, mert közben nekünk BL meccseink is voltak. De ez mind megérte, mert elég jól hoztuk ezt a dolgot. A zseniális takarítóink vannak. Volt olyan emberünk, aki egész nap csak kilincseket pucolt. Nem a legfelemelőbb munka, de mégis megcsinálta. Van egy csomó szerkezetünk, ezek olyan fertőtlenítő berendezéseket, amiket be lehet vinni csarnokokba, nagy helyekre, nagy öltözőkbe, és akkor annak megvolt a napi beosztása, hogy mennek végig, és hogy fertőtlenítik ki, és hogy egy ilyen ózonos tisztító, hogy takarítják ki a, az öltözőket, szóval ez egy nagyon bonyolult, vagy most is beszélünk róla már jó pár percet, nagyon bonyolult manőver volt, de nagyon, nagyon megértem, mert megóvtuk az embereket a Fradinál ettől. És a futballcsapatunk talán alig-alig szenvedte meg kárt, tehát nem volt az, hogy végig söpört rajtunk. Igen, de közben látjuk, hogy Európában csapatokon végig söpört, Magyarországon is volt olyan csapat, ahol végig söpört az egész, és mégis ez idáig meg tudtuk úszni. És mindennek a költsége az nyilván nem volt egy betervezett dolog, eközben talán a stadiontól nem érkezett bevétel, sőt, szponzorpénzektől esettünk el. Igen, de itt van egy, csak köszönettel tartozunk mindenkinek, mert a Skybox bérlők közül a Skybox bérlőknek a fele például nem kérte vissza a pénzt. A bérleteseknek is döntő hányada itt hagyta nálunk a pénzét. Most nyilván látják talán az elmúlt évek munkájából, hogy ezt a pénzt mi jó dologra fogjuk fordítani, jó dologra költjük. Mint ahogy a BL meccsekből is 10 millió forintok maradtak az Albert Alapítványban, ahol mégiscsak nehéz sorsú gyerekeket segítünk. Tehát mindenki, aki tudott, segíteni próbált. És mi is próbáltunk segíteni, mert azt ne felejtsük el például, hogy volt olyan időszak, amikor az időseket nem engedhettük meccsre. De próbáltuk őket kárpótolni, és az idős bérleteseinknek küldtünk egy csomagot, amiben a szponzoraink beszálltak, szóval igazán kedves, hogy összetartó dolog volt. Úgyhogy ilyen szempontból van bevételkiesésünk, de talán nem olyan jelentős, mint amilyen lehetett volna. A legjelentősebb kiesésünk az a jegybevételből van, mert a legkonzervatívabb számítások szerint több mint 4 milliárd forint jegybevételtől, az én számításom szerint, én ebben nem vagyok annyira konzervatív, körülbelül 6 milliárd forint jegybevételtől estünk el, hiszen hogyha minden meccsünket a Puskásban tudtuk volna játszani, minden meccs teltházas, most arról ne is beszéljünk, hogy micsoda a meccsélmény lett volna, hogy minden másként alakult volna, hogyha nekünk ott több tízezer ember ott szurkol. Minden másként lett volna Budapesten, a fővárosunkban, mert egy győztes vagy egy jó sikerült meccs után azért milyen jó hangulatú dolgok történtek volna a körúton, mint ahogy a válogatott meccs után is ez megtörtént. Tehát ezektől persze lelkileg be is elettünk, de ott nagyon-nagyon sok pénzt vesztettünk, szinte elképzelhetetlenül sok pénzt vesztettünk az elmúlt években. És persze vesztettünk máshol is pénzt, és most politizálni fogok, és akinek ez nem tetszik, az most kicsit vegye le a hangot, vagy kapcsolja ki a televíziót. De hát elvesztettünk önkormányzati, meg budapesti támogatásokat, amik az előző főpolgármester idején és az előző ferencvárosi polgármester idején magától értetődőek voltak. Mi ebből sosem csináltunk nagy ügyet, de hát azért mégiscsak ennek a városnak, Budapestnek és ennek a kerületnek, Ferencvárosnak jó hírét visszük mindenhol. Sok tekintetben, nem csak sportszakmailag visszük jó hírét, hanem mondjuk a kirekesztés elleni küzdelmekben. De a főváros is, és a kerületi önkormányzat, annak ellenére, hogy ez egy fővárosi csapat, vagy egy ferencvárosi csapat, minden támogatását megvonta. És én ezt nagyon fájlalom, mert én mindig nyitott szívvel álltam ezekhez a dolgokhoz. Mindig azt szerettem volna, hogy ez nem kerül a vita középpontjába, de mégis ezt tették. És most pont beszélgettem a kollégáimmal arról, hogy vajon a Ferencváros mikor került bajba. És mindig azokban az időszakokban került bajba, amikor a szocialisták kormányon voltak, vagy a balliberálisok kormányon voltak. Akkor ment tönkre a Fradi, akkor zárták ki az MB2-be, akkor került olyan. És látjuk a mostani önkormányzati választások után, hogy Egervárosában a vízilabda óriási bajban volt, ha az államot nem segít, akkor nem tud tovább lépni. Vagy Ózdon a futball. Hogy ilyen sanyarú helyzetbe került, vagy Érdem például, ahol fantasztikus kézilabda volt, meg jó infrastruktúra ott, és gyakorlatilag tönkretették. Tehát az ember fájlai lesz a dolgot, és még egyszer elnézést kérek mindenkitől, hogy a politikát ide kell hoznom, de ez egy őszintén kell erről a dologról szerintem beszélni, és a válságban ez azért meglátszott a magyar sporton. De ezért én azt gondolom, hogy a Fradi ettől még nem gyengült meg, sőt talán egy kicsit mindenki kettőzött erővel csinálja tovább a dolgát. Igen. Akár a vírus ügyében. Igen, de van egy örök mondás, hogy a Seneca mondta valahol, persze nem teljesen így mondta, mert ő egy negatív konnotációban mondta mindezt, hanem, és nagyon szeretem pozitív módon kifejezni ezt, hogy minden szél jó valamire, hogyha tudod, hol van a kikötő. És a vírus is egy olyan helyzet, ami persze rossz, de közben az ellenfeleinknek, azoknak a sportolóknak, akik készülnek ellenünk minden nap, azoknak ugyanolyan rossz. És az a kérdés, hogy ebből a rosszból el tudjuk-e szenvedni a kisebb rosszat. És szerintem a Ferencvárosnál mindent megtettünk annak érdekében, hogy a kisebb rosszat elviseljük. Én emlékszem arra, amikor az edzéseket összeraktuk, hogy én nem voltam hajlandó beletörődni abba például, hogy olyan vírus van, hogy a labdarúgók nem edzhetnek. Volt egy csomó olyan csapat, ahol leálltak az edzésekkel. És mi összeraktuk azt a lehetőséget az orvosi stábbal együtt, ahol tudtunk edzeni, hogy az edzéslátogatásokat, persze volt egy csomó fájdalmas döntés, hogy idős edzőink nem jöhettek be a sporttelepre, olyan e-maileket kaptam, hogy majd beleszakadt a szívem, hogy hát ő itt dolgozik most már nem tudom 30-40 éve, és ezt ne csináljuk vele, hogy ő nem jöhet be a sporttelepre. De közben meg nagyon féltettem, hogy nehogy valami baja lesz, vagy valami baja legyen, mert közben rájuk szükség van, hogyha ez a nyombatvírus végre elmúlik. És hát a vírus nélkül is nagyon sok embert, nagyon sok legendát veszítettünk el. Akár Szűs Lajos nevét mondom. Hát elvesztettük Székely Évát. Szép kort megélt, mert azt hiszem 92 éves volt. De mégiscsak egy olyan ikon volt a magyar sportban, amit az ember fájlal, hogy elmegy, vagy nélküle kell tovább élni az életét. Elvesztettük a Kárpáti Gyurikát, akinek az állandó csibészsége még így idősebb korára is, meg a jó humora az szinte feledhetetlen. Szűs Lajos bátyánkat. Együtt néztünk meccset. Kim volt minden utánpótlás meccsen. Rákosi Gyuszi bácsival, az ő csipkelődő humorukat, meg azt én nagyon, nagyon bánt, hogy már nem lehet közöttünk, és hogy nem tudtunk jobban segíteni rajta. És nem csak a fradi világ, hanem a magyar ulti társadalom is elvesztette egy fantasztikus kártyást és egy fantasztikus labdarúgót, Branikovicsot, aki a csendes, békés nyugalmával nagyon sok erőt adott nekünk. És ő egész fiatalon ment el, még az utolsó nap meccset nézett. Úgyhogy ez sose jó, hogyha a Ferencváros gyengül, de velük teljesen egyértelműen gyengültünk. Beszéljünk egy kicsit a Fradi városról. Azt lehet azt mondani, hogy egy kívülről, hogyha úgy tűnik, hogy akadozik ez a projekt, ez a vírus miatt akadt-e meg? Hát nem, hanem a döntések miatt akadt meg, mert pontosan nem tudtuk, hogy próbálok jó gazda lenni, talán onnan kezdeném. És itt mellettünk 2022-ben egy mellettünk levő ingatlanon kézilabda Európa-bajnokságot fognak rendezni. A magyar kormány elhatározta, hogy egy sportcsarnokot épít, Európa egyik legnagyobb sportcsarnokát. Most időközben, talán azért is, mert ezt a stadiont, ahol most ülünk, példamutatón üzemeltetjük. Talán azért is, mert ezt a stadiont mi nyereségesen üzemeltetjük. Talán azért is, mert ezt a stadiont hosszú éveken keresztül meg tudtuk óvni. Azért ennek az üzemeltetési jogát, még az is lehet, hogy a tulajdon jogát, azt a Ferencváros megkapta. Most nem akartam azt, hogy a párhuzamos két ingatlanfejlesztés történjen. Tehát, hogyha van egy 22 000-es sportcsarnokunk, akkor más dolgot kell nekünk a Népligetben építeni, és ott egy másfajta ingatlanfejlesztésnek kell megtörténni. És ehhez igazítjuk, vagy igazítottuk a terveinket. Csak a tervek méretéről, hogy azt gondolja valaki, hogy egy skiccet rajzoltunk, ez egy 800 oldalas tervdokumentáció. Tehát ez egy nagyon-nagyon komoly előkészítő munka, és most jutottunk el odáig, hogy ezt a Fradi várost most már lelkiismeretesen azt tudom mondani, hogy azt fogjuk odaépíteni, amit egyébként logikusan meg kell odaépíteni. És ugye a Népligget ez alapvetően egy gyönyörű, most már egy kicsit gondozottabb terület, de talán ez a gondozottság, ez kicsit megáll. A Fradi várossal ez változhat-e, egyáltalán sérülhet-e ott a környezet? Nem, de nagyon érdekes dolog, amiről most beszélünk, mert igenis az esztétikumnak, meg a minőségnek van jelentősége. Nekem meggyőződésem az, hogyha egy gyerek ott sportol, nekünk most ott 3000 gyerekünk sportol a mostani sporttelepünkön, és hogyha van egy kis szerencsénk, akkor megépül a Fradi város, akkor ott több mint 5000 gyerek tud sportolni. Tehát ez nagyon, nagyon komoly infrastruktúra. De 5000 gyereknél kapsz lehetőséget arra, hogy egyébként tanítsd. És ez nagy vita ma Magyarországon, hogy a sport az önmagában sport, és csak a sikernek az alapja, vagy vagy az oktatás része, és szerintem az oktatás része. Nekünk lehetőségünk nyílik, ezt mindig mondom mindenkinek, lehet, hogy már sokan unják, nekünk lehetőségünk nyílik arra, hogy ott 5000 gyereket, akinek a szüleinek kevés ideje van nevelni, akinek a tanárok kevés időt tudnak személyesen ráfordítani, ott nevelni tudjuk őket. Ez például jó edzők, és persze jó pedagógusok, ezzel együtt jó embereknek is kell nevelni őket, de nekünk ott hetente mondjuk 4-szer, 5-ször, másfél-két óránk van, hogy neveljük őket. És szerintem ebben nagy segítséget fog adni nekünk nekünk a Fradi város. Most amikor az infrastruktúráról, meg a környezetről beszélünk, akkor ott egy nagyon magas színvonalú dolgot kell építeni. Jobbat kell építeni, mint ahogy egy átlagember egyébként otthon azt érzi. Mert ő azt fogja megcélozni, mindig arról fog beszélni, hogy ő szeretne olyat építeni, ő szeretne olyan kertet magának, ő szeretne olyan tisztaságot otthon, ő szeretne olyan rendezettséget, ő szeretne olyan esztétikumot otthon. És ezzel aztán neveled is a gyerekeket. Másfelől ezeknek a gyerekeknek szerintem a környezet, amikor elmennek mondjuk egy idegenbeli meccsre, és körülnéznek, és azt mondják, hát nálunk a mi pályánk jobb, a miénk szebb, a miénk jobban van karbantartva, a mi felkészülésünk sokkal több ennél, mint amit itt el tudnak érni, akkor az az önbizalomnak is rendkívül jót tesz. És sokan beszélnek erről, hogy a magyarokban van ilyen önbizalomhiány, volt néhány, lehet erről sokat beszélni, szerintem egész Trianonig vissza lehet menni ebben, de azt gondolom, hogy ha ilyen dolgokat építesz, akkor az lesz az érzésük, hogy minket nem lehet fölülmúlni. Ha elmegyek Németországba, ott rosszabb körülmények között készülnek, és én több vagyok ezeknél az embereknél, és én meg fogom csinálni, és én le tudom győzni. Nem az az érzése az embernek, hogy elmegyünk, körülnézünk, gyönyörű az infrastruktúra, fú, itt készülnek, hát akkor az lehetetlen lesz. Ezért aztán a Fradi város az összes ilyen apró kis cizellációt szem előtt tart. És ez szerintem sokat fog segíteni. Most ez egy olyan ingatlanfejlesztés, 14 szakosztálynak ad otthont majd. És felsorolni is nehéz lenne most, hogyha neki látnánk, akkor kéne szembennem vele. De ilyen nincsen sehol a világon. Hát azért ez mégiscsak egy olyan projekt lesz, amit most próbálunk ki először. De nekem az is meggyőződésem, amikor oda be fog jönni 5500 gyerek egyszerre, azonos melegítőben, kizárólag nyitva, ezért volt fontos az egységes Nike szerződésünk, hogy minden egyforma színű melegítőben, egyforma színű táskában, amikor leszállnak a buszra, amikor jönnek be a metróról, amikor hozzák be a szüleik őket autóval, akkor azt fogják érezni, hogy valami nagynak vagyok a része, valami nagy sikernek vagyok a része. És nem próbálta ki még senki a világon, de az én szemem előtt már fut a projekt, hogy itt ebből óriási siker lesz, és itt a csodájára fognak járni. Persze, sokat kell rajta dolgozni, nagyon oda kell figyelni, ez egy csomó minden hozzátartozik, többek között azt is, hogy egy ilyen nagy sporttelepet hogy lehet a lehető legkörnyezetbarátabb módon és a lehető legolcsóbban üzemeltetni, a legkönnyebben fenntartani. De ezek már a tervezés folyamán mind bekapcsolódó gondolatok voltak. Ezért van az, hogy mi nagyon sok zöld energiát használunk föl, hogy nagyon sok zöld tetőt, hogy ott 60 000 négyzetméter zöld felületet fogunk kialakítani. Most nekem mániám volt az, hogy legyenek zöld tetők mindenhol, tehát ahol lehet, hozzuk vissza a zöldet. De ezt már régóta követjük, mert a Fradinak a mostani sporttelepén is az van, hogy ha ki kell vágni egy fát, nem örömmel tesszük, de ha mondjuk úgy néz ki, odvas a belseje, vagy veszélyes a gyerekekre, akkor kivágunk egy fát, de ott mindig kettőt kell ültetni helyette. Ezért aztán most jó pár éve működtetjük a sporttelepet, ott meg lehet nézni, hogy 100 fát ültettünk már el idáig. És az új sporttelepen is az a koncepció, hogyha az építés miatt vagy bármi miatt ki kell vágnunk egy fát, akkor ott minimum 2 kell ültetni helyette, és ott egy olyan kert lesz, amire méltán büszke mindenki. Majd remélem, hogy egyszer a Népligetet is így meg tudjuk újítani, mert az egész megérdemelni. És ez szinte már ugye a társadalmi felelősségvállalásnak a része, a környezetvédelem. Ezen a téren ugye lehet azt mondani, hogy a Ferencváros élharcos volt. Hát gyakorlatilag mindenben. De 2020-as esztendőben mi, most ha szabad itt előhozakodnunk személyes dolgokkal, mi az első kirekesztés ellenes kampányt is együtt csináltuk. Tehát ez egy régi küzdelmünk, nekem ez az egyik legfontosabb dolog. És nehéz is volt akkor még hinni benne? Nehéz is volt akkor még hinni benne, én nagyon hittem ebben, mert ismerem ezt a közösséget, régóta ismerem, ugye most már több mint 50 éve járok meccsre, furcsa ezt kimondani, de 50 éve járok meccsre, és én végigéltem mindent itt a Ferencvárosban, de ez egy jóra való közösség. És az idei év is egy nagyon jó példa a Tökmagnak a filmje. Egy afrikai srác, nehéz sorsból jött, mégiscsak mégiscsak eljön Magyarországra, eljön ide közénk, és egy fantasztikus karriert fut be. És itt, ha megkérdeznénk bárkit a stadionban, akkor az emberek 99%-a azt mondja, ki most a legjobb játékos? Hát a Tökmag. Ki a legjóra valóbb, a legtehetségesebb? A Tökmag. De hát ez egy afrikai srác, nem magyar. De hát kit érdekel? Hogy ez egy színes, de hát kit érdekel? Hogy a szülei, nem tudom, milyen ruhában, kit érdekel? Az a lényeg, hogy a pályán mit nyújt, mert itt vannak a legkisebb különbségek, és ezt próbáljuk elmagyarázni évek óta. És ebben a töki jó partner volt. Egyébként nagyon érdekes, mert amikor először idejött, akkor, és vacilálta, hogy ideigazoljon vagy nem, és akkor gondoltuk, hogy utolsó lökést kell adni neki, és akkor behoztuk ide a stadionba, este kivilágítottuk, az én barátom, a Péter itt kiállt és kiabált, hogy hajrá Fradi, hogy el tudod képzelni milyen, amikor itt tele van a stadion, és mindenki ezt kiabálja, hogy hajrá Fradi. Akkor leültem vele és mondtam, hogy mi nem játékost keresünk, mi társakat keresünk egy küzdelemhez. És hogy ez is beletartozik. És jó fej volt, hogy ebben a dologban részt vett. De ennek az évek óta tartó munkának azért van egy csomó eredménye. Lehet, hogy sokan nem figyelik, de például az obszenitás az egyre kevesebb van a stadionban. Ugye az obszenitás nem a trágárság ellen, vagy a csúnya beszéd ellen vagyok, a trágárságot sem szeretem, meg a csúnya beszédet sem, de azt mondják, hogy ez a kultúrához hozzátartozik, most ezen el lehet vitatkozni, de az obszenitás biztos nem. Mert hogyha azt akarjuk, hogy több nő és több gyerek jöjjön ki, most körülbelül olyan 20%-nál tartunk, szerintem még van egy 10% tartalékunk, vagy a nyugat-európai trendek azt mutatják, hogy egy ilyen 30%-nyi lánynak, asszonynak, gyereknek ki kell tudni jönni a stadionba, ott az obszenitás meggátol. Mert aki nem akar szexuális tartalmú dolgokat tanítani a gyerekével, az ott nem fogja elhozni legközelebb a gyereket, mert hányszor hallottuk már, hogy egy gyerek kijött a meccsre, aztán csúnyán beszélt az óvodában, ez nem jó dolog. De úgy látom, hogy a szurkolók ezt belátták, és ebben egy óriási erőrelépés történt. Mint ahogy abban is nagyon nagy előrelépés történt például, hogy egyre kevesebbet használjuk a szívtől az égig karlendítést, mert félreérthető. Pont én leültem egy Tóni nevű fiúval, aki elmondta, hogy a szándéka, amikor ő ezt kitalálta, és a szándéka egyáltalán nem ez volt, de félreérthető. És a nemzetközi meccseken, sőt most már a hazai meccseken is egyre kevesebben használják az emberek, és ez egy nagy büszkeség, hogy nem tesszük ki magunkat támadásoknak, még akkor is, hogyha a szándékunk jó. Úgyhogy ebben a dologban szerintem sok munkát végeztünk el. Hogyha a további programokról szót ejtünk, akkor mi az, amit ki lehetne emelni? Hát ami ugye most az idén a járvány miatt nehéz helyzetbe kerültünk a Fradi suli programban. 5 év alatt talán 200 iskolában jártunk, és 60 000 gyerekkel találkoztunk, akiket ide ki tudtuk csábítani meccsre, és néha volt olyan meccs, amikor a B közép egy pillanatnyi szünetet tartott, akkor ők zendítettek rá, és olyan csillingelő szép hangjuk volt, hogy mindenki megtapsolta őket a stadionban, volt egy ilyen pillanat. Tehát mégiscsak érdemes ezt csinálni, de nem azért érdemes csinálni feltétlenül, mert őket itt láttuk a meccsen, meg megnéztek egy meccset, hanem azért, mert nekik céljaik lettek. Ők Dibusz Dénesek akartak lenni, ők Tökmagok akartak lenni, ők Ásel Ajdunik akartak lenni, ők Lovrencsics Gergők akartak lenni, szóval, hogy lettek céljaik ezzel, hogy ők jó labdarúgók legyenek, vagy valamiben legyenek jók, hogy ünnepelt sztárok legyenek. És ahhoz persze emberfeletti erőfeszítés is kell, de talán ezeket a gyerekeket kicsit elvetettük bennük ezt a magot, amikor ez így történt. Úgyhogy van értelme, az egész Fradi suli program arra megy ki, hogy elmenjünk egy gyerekhez, és azt mondjuk neki, hogy te öcsém, lehet, hogy neked nem megy jól az iskola, meg így kicsit bicegünk ezzel a tanulással, de van egy lehetőség, gyere el hozzánk, sportolj, teljesedj ki. És aztán sokszor beszéltünk erről, lehet, hogy nem lesz egy fantasztikus labdarúgó, kézilabdázó, birkózó, kölvívó, de közben mondjuk megtanul a másokhoz alkalmazkodni, megtanulja segíteni egy gyengét, hogyha egy csapatban van, van egy csomó barátom, akit látom, hogy 5 perc alatt zuhanyzik le, amikor elmegyünk sportolni még, és kiderül, hogy mindegyik sportolt, megtanulja beosztani az idejét, hisz a munkában, az elvégzett munkában, ami nagyon fontos dolog, mert ha sokat edzett, akkor jó teljesítményt le, mint ahogy az életben kéne. Pont úgy történik. És ezért aztán ennek nagy jelentősége van ennek. Csináltunk még egy dolgot, az a Fair play program volt, amit most már sok éve csináljunk. És az idén két csoda érdekes dolog is történt. Díjazott volt a Leo, ő az aranyérmét Persze a Leónak könnyű, mert nem is tudom, 6-8 bajnoki aranyat nyert, tehát megdöbbentő statisztikája van, vagy nagyon, nagyon sikeres ember volt. De ezt a bajnoki aranyérmét, amiből a Magyar Labdarúgó Szövetség csak egy limitált számú bajnoki aranyérmet ad, és a Szécsi Gergőnek nem jutott, ezt az aranyérmet a Gergőnek adta. És ez egy nagyon nagy emberi nagyság, ráadásul neki most látjuk, ez az utolsó bajnoki aranya volt, és mégis megtette ezt. És ugye a Fair Play díjunk másik győztes, egy Bázsa Mosó László nevezetű úr. Róla mit lehet tudni? Na, egy fantasztikus pasas. Mindenki, akkor nem találkoztam vele személyesen, de mindenki a kollégáim közül le van nyűgözve tőle. Ugye 9. kerületi nehéz sorsú gyerekeken segít. Talán néhány évvel ezelőtt emlékeztek arra a történetre, vagy mindenki emlékszik arra a történetre, amikor Fradimezt adtunk nekik, a gyerekekkel elmentek futballozni, és olyan újpesti szurkolók oda mentek hozzá, és levetették a gyerekekkel a mezt. Most tegyük félre a sportszerűségi szempontokat, mert nem ez a lényeg, még adtunk nekik másik mezt, és megdicsértük őket. De ez a fiú, ez ettől, bár ez egy nagyon mély és nagyon durva sértés volt, ettől csak fölvillanyozódott, és egyre szebb dolgokat csinál. És ilyen gyerekeknek segít évről évre. Tipikus civil, bárcsak minden civil ilyen lenne. Egy élmény vele együtt dolgozni, és vele csináljuk ezt a Suliga nevű kezdeményezést, és ami nemzetközi kezdeményezés, eszembe jut, talán a Chelsea is benne van, ami nem csak a futballpályán, hanem egy csomó más ponton is, mondjuk takarítási verseny van, meg egy csomó ilyen dolgot csinálnak, ami megint csak jobb emberré teszi ezeket a srácokat, meg kislányokat. És ugye a vírushelyzet új ötleteket szült. Nem engedtük el az időseink kezét, ezt már erről már talán beszéltünk, hogy csomagot kaptak. Meg azért a Hősöknek Főzünk program is külön köszönöm a stadionnak, hogy a stadionban főztünk, és akkor itt a kórházi dolgozóknak hosszú heteken, vagy talán hónapokon keresztül is vittük az ebédet, ami egy nagy büszkeség volt, hogy velük együtt tudunk működni. Mert legalább ezzel ki tudtuk fejezni a tiszteletünket nekik, hogy ők egy ilyen nehéz helyzetben is kitartanak, meg segítenek a mi családjainkon, meg a mi barátainkon, rokonainkon és mindenkin. Hogyha a témákat végigvesszük egyébként, és áttérünk a kereskedelem kérdéskörére, ott is azt lehet mondani, hogy a vírus teremtette helyzet egy nagyon nehéz helyzet volt, mégsem lehet azt mondani, hogy ebből vesztesen jött volna ki a klub. Semmiképp, de itt nem az anyagi haszon a legfontosabb, ezt minden évről évre tehát elmondjuk, hogy itt szeretnénk, tehát először is minden eddigi rekordot megdöntöttünk, tehát az idei év ilyen szempontból a legerősebb. Ez nem azt jelenti, hogy a legtöbb haszon van rajta, lehet, hogy több haszon is van rajta, de talán nem ez a legfontosabb, hanem az, hogy embereknek örömet tudtuk okozni, és a Fradihoz tudtuk kötni őket. Én gyerekkoromban az édesapám autóbuszokat vezetett, és a Juventus Magyarországon játszott akkor. És apukámnak volt az a lehetősége, hogy ő buszsofőrként a Juventus tudta vinni. És hozott nekem egy pici Juventus képet, ami mindig kint volt a szobámban. És ha megkérdezed, hogy kinek szurkolok Olaszországban, hát a Juvénak. Ez ugyanolyan fontos, hogy egy gyerek először egy tolltartót kapjon, egy tollat kapjon, egy ceruzát kapjon, egy sálat kapjon, egy órarendet kapjon, egy iskolatáskát kapjon, mert egyszerűen a klubhoz kötjük. És aztán majd később, amikor lesz ideje, pénze, lehetősége, amikor szeretne a gyerekével kijönni, akkor teljesen egyértelmű, hogy a Fradiba fog jönni. Hogy hány idősebb embernek okoz örömöt, hogy 25 év után ismét a Bajnokok Ligájában játszunk, és ő kap egy ilyen mezt. Ugye mezaladásból is 6000 mezt adtunk el. Szerintem az összes többi magyar klub, beleértve az összes sportklubot, szerintem nem ad el 6000 mezt, amit mi az idén el tudtunk adni. És még egyszer hangsúlyozom, nem a haszon, hanem az, hogy mi egymáshoz tudtunk kötődni, ez volt a legnagyobb dolog. És hát csináltunk még egy unikális dolgot, hogy nekünk van a legszebb kamionunk szerintem egész Európában. Tehát Itt is nem az volt a cél, hogy mi Magyarországon az elsők legyünk, meg a térségben, hanem Európában nekünk legyen a legjobb sztorink. És egy ilyen óriás ragadozót vettünk, 15 méteres gyönyörű kamiont. Én nem hittem benne, a kollégáim sokáig nyomták, mondtam, hú, fiúk, ez ilyen bonyolult, meg hogy megyünk, hogy parkolunk, logisztika, de olyan jól összerakták az egészet, hogy egy büszkeség, amikor megjelenik, és látom, hogy amikor még a vírus helyzet közben volt időnk menni vele, akkor az nagyon sokat jelentett, hogy így a nézőknek, a nem fővárosban élő szurkolóinknak az nagyon sokat tesz, hogy tudnak a Fradiról, meg el tudunk menni hozzájuk. És ebben ugyanilyen nagy segítség a Fradi média szerepe. Ugye most titeket kéne, hogy dicsérjelek fel ide. Az igazság, hogy ez meg a szabadságunknak az ára. Azért azt emlékszünk arra, még a kezdeti időkben, hogy minket a magyar média hogy rángatott. És az volt, arra kellett táncolnunk, amerre ők fütyültek. De most köszönjük, nagyon szívesen dolgozunk együtt a médiával, aki velünk egyébként, és ez nem politikai kérdés, ezt meg kell, hogy mondjam őszintén, mert van olyan baloldali irányultságú lap, akivel nagyon, nagyon jól tudunk együtt dolgozni, és nagyon odaadóak, és nagyon kedvesek. És van olyan jobboldali lap, akivel meg nem dolgozunk évek óta, mert ők meg nem. De ez a szabadságunknak az ára, hogy nekünk van saját médiánk, és azzal el tudunk jutni minden emberhez. És én erre hajlandó vagyok mindig pénzt is áldozni, ráadásul szerintem nagyon magas színvonalon végezzük ezt a munkát. Mindenben piacvezetők vagyunk, és mindenben mentünk följebb. Talán a legbeszédesebb, hogy volt olyan napunk, amikor egyedi látogatóként 85 000 ember kereste meg a honlapunkat. Azért az egy nagyvárosnyi ember, aki oda kattintott ránk. Hogy Facebookban torony magasan, közelítünk a 300 000-hez, hogy az Instából közelítjük a 100 000-et, hogy fönn vagyunk a Hondában, ami megint csak azt lehet látni, hogy a kollégáink frissek, és akarják azt, hogy mindenhol a legerősebbek, leggyorsabbak és a legnagyobbak legyünk. Úgyhogy én ezt köszönöm mindenkinek, aki ezt ilyen komolyan veszi. És akkor még nem beszéltünk a Fradi TV-ről, vagy nem beszéltünk a TV közvetítésekről, ami szerintem egy fontos dolog, mert mindig beszélnek arról, hogy hányan jönnek meccsre. Ugye a Fradinak, ameddig lehetett nézőket hívni a stadionba, addig komoly nézőszámai voltak, tehát 10 000 körüli átlagnézőszám, vagy 10 000 fölötti átlagnézőszám, lehet, hogy már 11 000-et is elértünk volt. 10 évvel ezelőtt talán az 5 000-et sem értük el, most átlagosan 10 000 ember, és nem vagyok elégedett, mert én azt szeretném, hogyha itt sorálás lenne a meccsjegyért, és hogy itt minden meccsen 20 000 ember lenne kint. Lehet, hogy ebbe bele kell tenni még 10 évet, nekem van időm, meg van is hozzá energiám, de azt szeretném, hogy ezt a stadiont mi belakjuk, vagy minimum kilőjük. Ezért aztán ezek fantasztikus munkák, amiket itt elvégeztünk az utóbbi időben. Érintőlegesen már szinte az összes sportágról beszéltünk, kivéve talán a legfontosabbat, a labdarúgást. Induljunk, vagy térjünk vissza még egy kicsit januárban. Tehát amikor még nem nagyon tudtuk, hogy milyen esztendő vár ránk, az volt a cél, hogy behúzzuk a 31. bajnoki címet, ez végül sikerült is, és eljött a Fradi Fiesta. Igen, de nem csak megnyertünk egy bajnoki címet, hanem megvédtük a bajnoki címünket, ami mindig nehezebb. Úgy vettük meg, hogy közben egy Európa Liga csoportmeccseket játszottunk, ami egy 2-ös terhelést jelentett, főleg a többiekhez képest. Ez most már évről évre visszatérő, de ebben meg azért kaptunk segítséget a Magyar Labdarúgó Szövetségtől a halasztásokkal, tehát elég jól össze volt rakva, hogy nekünk lehetőségünk nyíljon egy magyar bajnokságban és egy méltó küzdelemhez. És eljött ez az este, ami én azt hittem, hogy a 30. bajnoki cím megünneplése az lesz a top. És hogy nekem olyan boldog estém sose lesz, és olyan gondtalanul nem tudok majd. És eljött a 31. bajnoki cím, és itt állni a stadionban, abba a tűzijátékban, meg látni az embereknek az arcát, hogy micsoda boldogság volt, el sem tudtam képzelni, hogy ez ilyen jó lesz. Úgyhogy ez is egy felejthetetlen élmény volt, de minden ilyen pici apróság, az az ünneplésünk ott a Budapest Parkban 10 000 ember előtt, itt a bajnokság megnyerése után, ez az ünneplésünk, ez szerintem mind a sikerhez vezető útnak egy kicsi kis kockaköve, ami elvezet minket a sikerig, meg egy olyan közösségig, aki büszke a teljesítményére. és ez egy fantasztikus nap volt, úgyhogy én kevés, sportvezetőként kevés olyan napja van az embernek, amikor felhőtlenül boldog tud lenni. Na ez a nap, ez olyan volt, amikor én mondjuk, nem sokat számít, hogy az én érzéseim miért, de az nekem az volt a felhőtlenül boldog napom. Nagyon sok olyan kép készült a lányaimról például, hogy ott állnak a bajnoki aranyanin. Voltak olyan kedvesek nekem adni a csapatból egy bajnoki aranyat, és ott állnak a lányaim, és még sose éreztem ennyire fradistának őket, mint aznap este. És hát az előtte is volt, és azóta is kitart. Meg hát azt is tudjuk, hogyha Szergej mosolyog, akkor tényleg van örömünk abban, valami ott történt. Én emlékszem még az első napokra, amikor a médiastábnak a tagjainak Photoshopot kellett használni, hogy egy kicsit meghúzzák fölfelé a száját, hogy mosolyogjon. Tehát, hogy az első hónapok így teltek, de hát a Szergejt így szeretjük. És ugye ő a Molde elleni meccs után is nagyon mosolygott, szerintem soha senki nem fogja ezt elfelejteni, viszont visszatérve a selejtező elejére, azért engem az érdekelne, hogy az első három kör után, amikor a csapatok érkeztek, akkor ott mi volt a megérzés? Hiszen azért jó csapat, a legjobb csapatokat kaptuk azokban. Igen, a nagy lányom hívott, és azt mondta a Dinamo Zagreb elleni meccs előtt, hogy szerinted kit fogunk kapni, apu? Mondom, ne is legyen kétséged e felől, a Dinamo Zagrebet fogjuk kapni, és ki fogjuk őket verni. És akkor, amikor megjött a sorsolás, és látta a kislányom, amikor küldött egy SMS-t, hogy bárcsak ne lenne mindig igazad. De hát az úgy van, hogy ha valaki nagyfiú akar lenni, akkor ott ki kell ütni néhány komoly palit a kocsmában. Tehát itt az a helyzet, hogy nem lehet besúranni a BL csoportkörbe a hátsó ajtón. De azért a második selejtező körös Celtic azért az erős. Igen, azt mondhatjuk, hogy ez erős. De azzal is úgy voltam, hogy meg kell őket verni. És könnyű helyzetben voltunk, mert tőlük teljesen elvárható lett volna a győzelem. Mi meg nagyon akartuk, jobban, mint ők. És talán ez döntött. Nagyon sok tanúsággal jár együtt, már a selejtezőkben való menetelés is, nem csak a csoportkörben való részvétel. Az a pillanat, amikor a Molde ellen itt vége lett, az milyen volt? Hát legyalogoltam egy maratont, mert az utolsó percek olyan izgalmasak voltak, hogy zárt kapus meccs volt, és itt fönt ültünk a elnökségi skybox előtti helyen, én fölálltam, már az utolsó 10 percben nem tudtam ülni a helyemen, és itt egy olyan 50 méteres távon sétáltam fel alá. Nem szaladgáltam, de sétáltam fel alá, mert attól féltem, hogy az utolsó pillanatban, csak most ne vegye el tőlünk, most mi mindent megtettünk érte, hogy nagyon szeretném. És amikor megtörtént, akkor meg érdekes módon egy perc ünneplés után itt megölelgettük egymást. De utána az jutott eszembe, hogy mennyi mindent kell még csinálni. Hogy lesz majd az utazás, hogy készítjük fel a csapatot, milyen csoportot fogunk kapni. Szóval ez rögtön gondolatokat ébresztett bennem. És a jegyeladás az mennyire volt egyértelmű, hogy az igen stádiumban fog haladni? Bárcsak lehetünk volna még igazságosabbak, csak a törvények nem engedik azt, hogy még cizelláltabb rendszert találjunk ki. Itt ugye azért, tehát hogy azokat a bérleteseket részesítettük előnyben, Hát akik társak voltak nekünk mindig, akik nem kérték vissza a bérletek után járó pénzünket. Tehát valamivel ki kell őket tüntetni, hogy ők előnyt élveznek, és aztán utána a bérleteseinket, aztán utána azokat az embereket, akik szurkolói kártyával rendelkeznek. Hát valami sorrendet be kell állítani. Azt nem akartam, hogy olyan szurkolók, akik nem a Ferencvárosra, hanem inkább az ellenfeleinkre kíváncsiak, azok jöjjenek ki elsősorban a mese, hanem azokat szerettem volna idehívni, és azoknak szerettem volna örömet okozni, vagy a klub azoknak szeretett volna örömet okozni, akik már régóta kitartanak a klub mellett. És aki jobban kitartott, többet tett érte, annak nyilván több joga is volt. Úgyhogy szerintem ez egy igazságos rendszer volt, és még gondolkodunk rajta, hogy lehet majd a törvényeket betartva még igazságosabb rendszert kitalálni a jövő évre. És azután a csoportkör, a Bajnokok Ligája csoportkör az elvárás mindig? Hát mindig is azt levegett a szemünk előtt. Tehát én ezt mindig mondom, hogy ha a kékes tetőt nézed, akkor nem tudod megmászni a Montblanc-t. Tehát nekünk mindig oda kell vágynunk. Mindig. Kérdezték a barátaim, hogy hát itt a Bajnokok Ligája csoportkörében elszenvedtünk néhány vereséget, hogy mi az érzésem. És mondtam, hogy nagyon sok mindent tanultam. És rögtön az volt a hajnaltom, hogy hol kell megerősíteni a csapatot. Most látjuk, hogy hol kell megerősíteni a csapatot. Ahhoz, hogy legközelebb még miért, hogy csodára is képesek legyünk. Az idén elmaradt a csoda. Talán egy egy szakasz volt a csodában a Dinamo Kiev elleni második félidő. Az ott épp hogy csak megúszták a harmadik gólt. De az csak egy fél időnyi csoda volt, de nekünk olyan kell, hogy Európa rólunk beszéljen, és ez nagyon meg kell erősíteni a csapatot. Ez persze az kell, hogy a költségvetésünket is föl tudjuk vinni, mert amikor arról beszélünk, hogy csoportkörös csapatnak kell lenni, akkor azért annak van pénzvonzata is. És a mostani költségvetésünk az egy Európa Liga csoportkörös csapat költségvetése. Még akkor is, hogyha nekem meggyőződésem az, hogy ennyi pénzből is meg lehet csinálni a BL-t, és minden évben ez lesz a célom. De szerintem, ha azt akarjuk, hogy a Ferencváros mondjuk Európa legjobb 25 csapatába bekerüljön mindig, akkor szerintem dupla költségvetésre van szükségünk. És ez a cél is, hogy meg tudjuk emelni úgy a költségvetésünket, hogy mindig oda tudjunk kerülni, mindig. Ezért aztán nagyon sokat kell dolgozni, meg szponzorok után kell kajtatni, meg egy csomó lehetőséget ki kell használni, meg játékosokat kell tudni eladni, de el kell jutni odáig, hogy ez ilyen legyen. És akkor az nagy büszkeség lesz minden fradistának és minden magyar embernek is, mert akkor lesz egy olyan csapatunk, legalább egy, de én abban is reménykedem, hogy több olyan csapatunk is lesz, aki a nemzetközi kupában akár a tavaszt is meg tudja élni. És ezt meg lehet úgy valósítani, hogy legalább ezt a magyar létszámot megtartjuk, lehet ezt bővíteni? Hát ez a legnehezebb dolog, mert amikor a magyar labdarúgó válogatottra, ahol Magyarország kiválóságai játszanak, tekintek, akkor ott talán 3-4 olyan játékos van, akit a Ferencvárosban szívesen látnék, és az segítség is lenne a csapat erőrelépésében. Egyik sem elérhető számunkra. Mindegyikért olyan pénzt kérnek, olyan csapatok versenyeznek értük, hogy nehéz dolguk van. Inkább egy remény van, hogy olyan játékos, hogy talán a Sigér Dávidnak a pályafutását érdemes fölhozni, hogy a Dávid azért mégiscsak 28 évesen került hozzánk. Mindenki úgy volt vele, hogy hát Debrecenbe, másodosztályban játszott, a második csapatba került, az Újváros kiestek. Ezt láss csodát, Sigér Dávid a Bajnokok Ligájában gólt lőtt. Tehát, hogy az ajtó minden magyar játékos számára nyitva áll, hogyha föl akarja építeni magát, hogyha ide akar jönni, ha be akarja mutatni. Nem tudunk nekik előjogokat adni, csak azt tudom mondani, hogyha van egy olyan játékos, aki ide akar, meg tudunk állapodni vele, akkor neki pont ugyanannyi esélye lesz a csapatban való bekerülésre, mint egy ukránnak, mint egy szerbnek, mint egy horvátnak, mint egy németnek. Csak éljenek vele. Éljenek vele a fiatalok is, éljenek vele az idősebbek is, mert hát 28 évesen, ha be lehet kerülni ide, válogatottnak lehet lenni, akkor minden lehetséges. Még visszatérve a Bajnokok Ligájára, anélkül, hogy végigvennénk az összes meccset, én inkább azt szeretném kérni, hogy ha egy pillanatot ki kell emelni, akkor melyik lenne az a legkedvesebb? Az ennyire nem volt rossz. Nehéz különbséget tenni, mert kevesen ismernek ennyire, de én mindig a csúcsra vágyom. Tehát én azt szerettem volna, hogy van egy győzelmünk. Hogy mi 3 ponton, most nem csak anyagilag lett volna nagyon nagy előny, hanem az egy büszkeség, hogy szereztünk mondjuk 3-4 pontot a Bajnokok Ligájában. Ezt egy kicsit keveslem, és ezért aztán én nem vagyok végtelenül elégedett. Nagyon büszke vagyok rá, de nem vagyok végtelenül elégedett. És ezért aztán nem tudok kiemelni. Talán az egy félidő, az a Dinamo Kiev elleni második félidő, az olyan férfias, olyan ellenállhatatlan, olyan lendületes, olyan akarattal teli volt, amit szívesen látok. És ennél kell jövőre, ezért beszéltünk arról, minden szél jó valamire, ha tudod, hol van a kikötő. Hát ezért aztán egy vereség is inspiráló lehet, mert jövőre nem így szeretnék itt állni, hanem úgy szeretnék állni, hogy arról beszélünk, hogy tavasszal, ha lehet BL meccset, de ha nem, akkor legalább egy Európa Liga meccset, vagy 2-t tudunk még játszani. Hogy a csoportból legalább az Európa Ligába tovább tudunk menni, ez a következő célunk, én nem adom lejjebb. Zárásként esetleg még nem tudom, hogy a szurkolóknak lenne valamilyen üzenete. Igen, mert ez egy óriási vitákban voltunk hosszú éveken keresztül. És mindegyikünknek fájt ez. De én külön köszönöm nekik, hogy a megállapodás után ilyen korrekt viszonyt tudtunk kialakítani. Úgyhogy nem beszélgetünk, én nem is tudom, hogy a megállapodás után talán egyszer vagy kétszer találkoztam velük. De hogy megértették, ami a klubban történik, és hogy úgy veszem észre, bár 10 évünk ráment, hogy kezdenek bízni bennem, és én csak azt szeretném mondani, hogy üzenni nekik, nem csak a B-közepes szurkolóknak, hanem akik az oldalelátón ülnek, vagy akik a gyerekszektorban ülnek, vagy akik a VIP-ben ülnek, vagy akik Skybox bérlők, hogy nem fognak csalódni bennem, én mindent meg fogok tenni a Fradiért. Köszönjük szépen. Köszönöm.